Trust me, I'm an engineer. Oh shit, I think I'm out of here. Sziasztok, srácok! A mai videóban fölélesztjük kis Polszkit, hát már mennyire lehetséges. Én bízom benne, hogy el fog indulni, ugyanis ez az autó 20 évet töltött ebben a pajtában. És most fogom először kitolni a fényre, hogy lemossam. Igen szép állapotban megmaradt, legalábbis a por alatt szerintem egy korrekt állapotú kis Polszki van. Ez az autó 99-ben volt utoljára a forgalomban. Megvan a rendszáma, megvan a tulajdonostai adásvételi, viszont semmilyen papírja nincsen, se forgalmi, se törzskönyv, se semmi. Úgyhogy most megpróbáljuk először életre kelteni, és ha életre kelt, akkor a papírjába is próbál kezdeni valamit. Már hogyha sikerül. Egyébként meglepően jó állapotban van. Megvan minden kiegészítő benne. Az én kesztyűm, ami benne maradt. Van egy akkumulátorunk, van egy pótkerekünk, enyhén félrekopva. Igazából egy egész korrekt állapotú kis Polszkiról beszélünk. Most az első lépés az lesz, hogy kitoljuk a fényre. Kicsit körbenézzük. Aztán egy teljes pucolást fog kapni kívül-belül, és akkor már úgy könnyebb rajta dolgozni, hogyha nem ebben a mocsokban kell turkálni. Itt is megvan minden hátul. Hello. Úgyhogy most 20 év után először kikerül a fényre. Hát már ennyi, srácok, egyelőre itt állunk, kívülről le van mosva, belülről még azért hagy maga után kívánnivalót, elég retkes. Az már látszik, hogy a jótékony porréteg eltakart pár hibát, itt van némi a sárvédőn. Ez a küszöb sem teljesen bizalomgerjesztő, illetve ez a jobb hátsó sárvédő, ez sajnos kuka, meg itt is azért van némi ragyásodás, mondjuk. Ahhoz képest, hogy kis Polszki, nem is olyan szörnyű. Meg itt elő van a pótkerék alatt egy kis ragya, amit meg ki kell javítani. Viszont úgy összképére egész jól az autó. Most be fogom tolni egyelőre vissza a pajtába, aztán a belső pucolás fog következni, majd valószínűleg holnap után, mert holnap sajnos más programom van. Ezek itt el vannak és száradnak, úgysem mondanak esőt a következő pár napra. De bizalomgerjesztő az autó, ami nekem egyelőre elég. Úgyhogy folyt köv. És eljött a másnap. Úgy volt, hogy ma nem foglalkozok a Polszkival, de lett egy fölös 2 órácskám. Az pont elég arra, hogy kicsit felolajozzam a blokkot, megnézzem, hogy gyújt-e, vagy egyáltalán a villamossága mennyire van rendben. Úgyhogy egy kicsit megpiszkáljuk, ha már úgyis. Kiveszem a gyertyákat. Egy csolajsprével megküldjük a henger belsejét, aztán átmozgatom. Meg hát megnézzük, hogy csinál-e egyetlen valamit. Talán nem csukódott le, de lecsukódott. Ó, de jó, ez csak két kézzel lehet nyitni. Úgyhogy teszünk bele egy akkumulátort, és megnézzük, hogy egyrészt gyújtasz-e, másrészt meg, hogy egyetlen csinál-e valamit. Mert az se biztos, hogy csinál. Mikor azt hisz, hogy egy rutin gyertyakiszedésben nem lehet gond. Nem kéne nekem kis Polszki. Az egyik gyertya fogta magát és beesett a ventilátorhoz. Ja, úgyhogy most ez az egész fedelet innen itt, ezt így le kell szednem. Hú de kurva jó nekem, baszki! És én még azt hittem, hogy egy ilyen kis autó nem okozhat túl nagy komplikációt. Jó van,
kispolszki szűz vagyok még, srácok. Na most nagyon úgy néz, hogy el fogom veszni a szűzességemet. Azért ezt az ipari szopást ezért az egy darab gyertyáért tök jó, hogy be tud ide esni minden. Na mindegy, ez egyőre így marad, aztán, hogyha már működik, akkor majd visszarakom majd az egészet. Na mehet bele egy aksi, aztán megnézzük, hogy egyáltalán mit csinál. Na lássuk, történik-e valami? Van gyújtás. Semmi. Jó. Valahogy. Semmi. Na, akkusorú buzergálás után. Hajt ez. Hát ez nem nyert, nincsen gyújtása. Megpuszoltam a megszakítót, most megnézzük. Na, végre van gyújtás, az viszont tök jó. Úgyhogy minden két gyertya megy vissza a helyére, burkot egy óra marad, aztán megnézzük, hogy sprével pöffene. Ha pöffen, ha visszarakom a burkest, aztán megrottyantjuk sprével, és hát nem biztos, hogy tankról kéne indítani, meg kell nézni, milyen a tankja, valahogy belevilágítani, vagy valami. Bár azt lehet, hogy elindulna róla végül is, meglátjuk. De egyelőre megnézzük, hogy mit csinál, csak így, ahogy van. Nagyjából összeraktam, egyőre nem akarok jobban összerakni, mert hátra véletlenül megint beejtem a gyertyát. Most megfújjuk sprével, aztán meglátjuk, hogy lesz-e tuti-tuti-tuti vagy sem, mert kíváncsi vagyok rá. Úgy simán sprével indítjuk. Menni fog ez, srácok. Öntök bele egy kis benzint, meglátjuk, mi történik. Benzin szaga van. Örülök neki, viszonylag könnyen és gyorsan elindult. Kíváncsi ezek, hogy tankról is megy-e. Ha megy tankról, akkor passzak olyan nyert ügyen van, hogy csak na. Kap bele egy 3 litert, nem pazolunk sokat. Na lássuk. Megfújom, aztán talán fölveszi. Nyom valamit ez a pumpa. Jó lenne tudni. Ja, megnézzük, hogy valamit fölvesz az üzemanyag szivattyúja. Hát úgy nem úgy néz ki. Te ez nem veszi fel az üzemanyagot. Jó, átfújhatjuk a csövet. Jó lesz ez, srácok. Hát nem vagyok benne biztos, hogy az AC pumpája felszívja a dolgokat. És a karbi el van dugulva, úgyhogy a karbit le kell szedni, hige pucolni. Aztán megnézni, hogy az AC tényleg jó-e. Mert nem vagyok benne. Tehát 100%-ig biztos, mert valamit felszívott, de hát csak a karbi miatt nem tudta benyomni. Nem mindegy, nem tudom még, nem szedtem széjjel. Úgyhogy most lejárt nekem az a 2 órám, amit itt el tudtam lenni. Úgyhogy húzok haza. Aztán majd folyt köve a következőkben. Ez most megint egy olyan septiben készülő epizód lesz, hogy amikor éppen van rá egy kis időm, akkor kijövök molyolni rajta. Ez sajnos mostanában ilyen lesz egy-két videónál. Ja, nem véletlenül nincs annyi videó, mint eddig. Na mindegy, folyt köve.
Na lássuk, hogy elindul-e. Fölraktam rá egy ilyen minimál tankot. Ki van pucolva a karbi. Elméletben ennek így mennie kéne. Gyakorlatilag most már meglátjuk majd. Érdekes, csak szivatóval akar menni. A karbia tiszta, de még így is a benzin hiány jeleit mutatja, ahogy láttátok. Valószínűleg a golyószelep is probléma lehet. Vagy megpróbálom azt, hogy nem ejtőtankkal fogom megindítani, hanem visszakötöm az üzemanyag szivattyúra, és bele fogom küldeni egy kannába, és akkor úgy lesz majd meghajtva. Első körben megnézem azt a golyószelepet, hogy egyetlen engede be elegendő benzint az úszóházba, és utána folytatjuk. Na most a tuti! Most a jó! Na jó, nem az igazi, de megy! Beindult, működik! Zsír! Igen, arról megy. Na gyerekek, most, hogy ez így az életjeleket mutatja, meg kéne nézni, megyen-e. Úgyhogy gurulunk vele egy kört így az udvaron, hogy rá van szíjazva a kanna. Mondjuk nem valami túl jó az idő a videózáshoz, szélzajos lesz, mint a picsa, de arra, hogy gurítsam egy karikát, szerintem arra elég lesz. Aztán úgyis igen, még pucolni, nagyjából össze kell kalapálni, és akkor lesz kész, és akkor megyünk majd egy kört, hogyha éppen nem ez a fos. Fantasztikusan Itt van az ősz, itt van újra című idő zajlik éppen odakint a pajtán kívül. Olyan pici, az meg itt az a rohadt, ezt levesszük innen, nem látok ki tőle, bassz meg. Sebességek vannak benne, kézifék kiengedve. Kuplung van. Jaj, Istenem! Kinyit az ajtó. Van fék? Kellene fék. Kézi? Kézi van. Nincs fék, be van állva a fék munkahenger. De kézifék van. Egy! Jaj, nincs meg! Majdnem meg volt a kapu. Azt mondja, rückwärts az... Nem. Ez a váltókör. Adja itt. Hol van a kis póc, ki van a rückwärts? Nem. Hol a hátra menet? De most tényleg, ez most egy viccen kívül. 1, 2, 3, 4. Amikor hirtelen jól érzed magad, de rájössz, hogy nincs fék. Ups, nem rossz ez a poszki, kurva jól megy a szar. Jaj, na. De még van vele munka. És még mindig nem tudom, hogy hol van a rückwärts, mert megfojtottam kézzel. Ja. Ahogy egyébként járatva van, egyre szebb hangja van a kocsinak. Lesz ez még jobb is, most majd jön egy kicsi pucolás. Ma idehoztam hozzá a rakétaporszívót,
ezzel fogjuk kitisztítani. Nagyon kicsit az alapjárata ingadozik, de nem lesz ez rossz. A belsejét még ki kell egy picit pucolni, aztán igazából jók vagyunk. Teljesen jó. Ugye, hogy nem olyan rossz a hangja. Na, most egy fokkal tisztább, az ablakokon kilátni, meg ilyenek, picikét még csikos, de első körben jó lesz. Megtaláltam a szagnak is az okát, ott volt egy igen csúnya patkányfészek, ki lett takarítva, ki lett fújva fertőtlenítővel, ezek az ülésnek az aljának ugye szivasnak gatter, patkányunk megszívta magát vele, és a szag is már kezd eltűnni, úgyhogy teljesen jó, egyre jobban alakul a gép, le van pucolva, még a háttámat kell lepucolnom, és gyakorlatilag lepukhálózni, és ennyi. Na, nagyon úgy néz ki, hogy mehetek akár egy kört vele, akár kinn is, úgyhogy most visszarakom majd a kárpitokat, ezt előtte ott kitörölgetem, mert rakok bele egy gumiszőnyeget, hogy ne cseszem össze a szépen megpucolt kárpitot, ami egyébként itt van, még ez pont a hátsó oldal, de le lehet az egész mosva szépen az összes kárpit, itt egy ülés. Igazából mehet is össze a gép, teljesen patika. Na, így már egy fokkal autóbb formája van, a másik ülés nem ment be jobban, mert rozsdás az ülésén, de nem is probléma. Nagyjából le van pucolva, lenne még mit rajta, de ezt úgy szégyekezni teljesen, hogy teljesen ki lehessen pucolni. Egyébként nem olyan vészes a kasznia, amit észrevettem, hogy itt van egy kis kurvaság benne, itt ahol javítva volt, itt látszik, azért rozsda van rajta, de egy kis pók mércével még abszolút nem gáz. Sőt, nem is olyan szörnyen szar. Az ajtók alja rendben van. Ezek itt teljesen okék. Le kell kezelni, ott egy kicsit pizslik, aztán kész. Hát a helyzet itt se olyan sokkal rózsásabb. Nem akar szétszakadni, az itt teljesen rendben van. Itt vannak gondok ezen a részen. Ugye, egy sárvédő ív az úgy. Hát elkélne neki, de ez van. Itt a sárvédő ív alja. Ripiropi. Hát alul meg ugye, ja, hát sokat állt. Egész korrekt alja van, ha megnézzük. Abszolút nem vész. Ez a polcki, nincs eldurrama. Ja, itt hiányoznak patentok, ez nem is fog megmaradni, próbálkoztam vele. A belseje amúgy rendben van. Vajon minden működik rajta? Ja, meg itt van még némi rozsda rajta, kellemetlen helyen. Na, behajtogatom magam ide. Lulábaimmal! Várjatok! Point of view, Tomi szemszögében, most itt benn vagyok, és csutkára aztán hátra van húzva az ülés. Nem megy hátra! Na, most van csutkára hátra. Ez itt a lábam. Talán így jobban látszik. Na szóval, bent vagyok, befértem. Bent fértem. Duda van. Elakadás jelző. Villog is. Hello! Irányjelzők, hátul pipa, egy oldalt pipa, elől pipa, itt is pipa. Tegyünk rá egy gyújtást. Úgy. Na, nem? Index nincs? De van! Egy kicsit halovány az indexe. Azt hiszem itt az index relé nincs a helyzet magaslatán. Ködlámpa? Nem működik. Lámpánk van? Reflektor is van. Hátul egyik oldalt nincs, elől pedig, hát nehéz eldönteni a helyzetjelző, vagy sem, szerintem ez tompított. Jó.
Ablaktörlő? Yeah, ez is működik. Rádió. Na ne basz! Azért az érzés, amikor rickrollol a saját kis poszkit, bazd meg, én ez az autó fasza. Saját kis poszkit rickrollol. Csak úgy tudni kell rólam, hogy én a rickrolling mémet én nagyon szeretem. Hiába egy 1000 éve halott mém. Menjünk egy kört ez az autó akint, mert kívánja. Fasza, Danubius rádiót hallgatták, ami most egyébként a retro rádió. Az meg rickrollol a saját kibaszott kis poszkit. Remélem nem ez copyrightos, mert hogyha az lesz, akkor majd olyan találtatok, hogy ne legyen copyrightos, de pazd meg! Rick Ashley, never gonna give you up. Egy kis poszkiban, miután 20 év után először bekapcsolom a rádióját. Azért, na, srácok, maradjunk annyiban, hogy érdekes véletlenek léteznek. Próbáljunk be egy kis joyride-ot. Isten, kerékcsapágyak hogy szólnak, te jó ég! Jézus Mária! Húha! Hát hosszan nem megyünk bele, az biztos. Jó lesz a 30 nekünk. Azt a kurva kis paszkizom! Csekkoljuk, hogy minden rendben így. Srácok, itt a videó vége, és a videó elején tett kijelentésem, mint hogy megpróbálom életre kelteni a kis pókot. Szerintem egész jól sikerült teljesítenem, fék nincs, a kerékcsapágyak azok úgy zúgnak, mint hogyha gyakorlatilag csontszárazon futnának, előfordult, hogy úgy futnak, viszont ez a 80.000 km ez egész hihetőnek tűnik nekem. Egész jó a váltó, finoman kapcsolható, jó a kuplungja. Tulajdonképpen egy nagyon-nagyon-nagyon életképes projekt alap az autó. Papírja az jelenleg úgy áll, hogy van egy darab rendszámom, és egy darab adásvételim a tulajdonossal, aki elvileg a tulajdonosa volt ennek az autónak. Elvileg a régi rendszer szerint van kivonva a forgalomból, 99-ben, ha jól emlékszem, tehát durván 22 éve áll. 21-22 éve. És mivel nekem van épp elég projektem, és valahogy nem érzek ingerenciát a kis poszkinak a hosszú távú birtoklására. Ez a menet, ez kurva jó volt, ezt alá kell írnom, de nekem ennyibe ki is csúcsosodott a kis poszki tulajdonlásom. Szóval a kocsi eladó, de valószínűleg mire kimegy a videó premierbe, már lesz rá jelentkező, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan akartatok megvenni ezt a kocsit. Tehát rengeteg olyan üzenet kaptam Facebookra is, Instagramra is, e-mailben is, hogy megvennétek a kis pókot, és nagyon kíváncsi leszek, hogy ki lesz az, aki beváltja az ígéretét. Mert nem egyszer volt már olyan, hogy mindenki meg akart venni valamit, és a végén senki nem vette meg. Amennyiben ez a kis autóélesztős fun videó tetszett,
iratkozz fel a csatornára, lájkold ezt a videót, írd meg kommentben, hogy miért tetszett, miért nem tetszett, és hogy mekkora egy büdös nagy kontár vagyok, hogy nem cseréltem benne olajat, meg olajszűrőt. Ha, centrifugálszűrős. Ha. És aki nagyon figyelt, per fülelt, az hallhatta, mi lesz a következő epizódnak a témája. Ja. Úgyhogy addig is a szokásos vége szöveg, és hát lehet verekedni a kis poszkér. Sziasztok!